Hutentágnál az van, hogy azt mindenképpen hangozzon ez a mondat, tehát úgy gyertek meg be, hogy hogy van az együtt feszengünk. Megdicsérik a kertet, a szőlőt, aztán proszit, feszengünk egy kicsit, aztán hazamennünk. Igen, és utána itt állsz, hagyjunk ennek a képnek időt. Nagyon széles a nézőtértek, hogy lássanak a nézők mindent. A magyarországi németek elhurcolása 1946. januárjában kezdődött. Ekkor kötöttek batyut legalább 220-230 ezren, és indultak el velük a vagonok. A kitelepítettek és a Malenki robotra elhurcoltak szemszögéből készült a közelmúltban egy színdarab, Bündeltánc, azaz Batyutánc címmel. A fekedi ős bemutató után egy másik baranyai sváb faluban, Sombereken is előadták a darabot. Én olyan 10 éve már játszom ennek az előadásnak az elkészülését a fejemben, és 2021. augusztus 17-én jött el az a pillanat, amikor ezt be tudtok mutatni. A svábok kitelepítésének a témakörét járja körül. Igazániból a projekt volt nekem fontos olyan szempontból, hogy én nem úgy szoktam dolgozni, hogy írok valamit, vagy megkérek valakit, hogy írjon valamit és rendelkezze le, hanem összeszedtem egy alkotócsapatot, mindenki származását tekintve sváb felmenőkkel rendelkezik, és ezért bizonyos értelemben érintett a téma kapcsán. Volt a történelmi emlékezet, voltak a sváb zenei hagyományok, a sváb kulturális örökség, és ezt én rádobáltam a játszók néhány improvizációjára, és így jött létre ez a szöveg, aminek most itt a Sombereki háttér is mutatja, hogy most már nem Fekeden vagyunk, ahol az ősbemutató volt, hanem az első tájolásra várunk, hogy lejátsszuk ezt a sombereki közönségnek is. Még jó, hogy elhívta a barátaikat, egy kicsit muzsikálni. Hát a szél. Minek jönnek ezek ide? De bemutatkozni. Bemutatkozni? Most miért vársz ilyen pofát? Abban is van valami baj? Az is valami kifogást kell keresni? Abban is. Nem. Miért kellek én ide? Tudtom, hogy itt élsz. Felőlem visszaköltözhetsz apám házába, és akkor majd nem kell itt lenned. Ja? Elég legyen most már! A darab szereplői maguk is az igazságtalan történelmi események áldozatainak leszármazottai. Nagyon nehéz nekem ez a darab, mert engem is érint család szinten, illetve nem csak az én családomat érintette, hanem a feleségem nagypapája is sokat mesélt róla. Érdekes, hogy gyerekként ezt nem nagyon tudtam komolyan venni, mert ugye meséltek erről a kitelepítésről, és ez nekem olyan volt gyerekként, mint amikor most én azt mondom valakinek, hogy játszottam a Bayern Münchenbe, tehát gyakorlatilag nem jelentett semmit, tehát ilyen illúziókat kergetett számomra, és most így a próbaidőszak végére érkezett meg, hogy mi is történt valójában, és gyakorlatilag a főpróbán és az előadásokon a végére nálam le is nullázódott minden, és bőgtem. Ki kell mondani, hogy sírtam az előadás végére. A színdarab megformálását egy alkotócsoport végezte, akik Ákli Krisztián vezetésével csak erre a munkára álltak össze. A forgatókönyvet pedig az élet írta. Ritter Györgynek hívják a konzulensünket, aki egy solymári sváb, és az ő vele nagyon sokat konzultáltunk erről, és ő nagyon sokat gyűjtötte ezt a témát, ő személyesen érintett is a családja, és inkább arra törekedtünk, hogy nem is ilyen személyes érintettségek voltak, hanem hogy mik azok, amik ilyen globálissá tudnak válni. De nekem például nagyon megindító volt egy történet, én azt hiszem, hogy ez egy ilyen Duna-Bogdányi interjúba hangzott el, hogy hát kitelepítették a családot, és a kutyát ott kellett, hogy hagyják, és a szomszéd meg nem bírta nézni, hogy szenved a kutya, és agyonütötte. És ilyen, ezek apró történetek, vagy ilyen, nem tudom, nagyon, nekem például ez valami nagyon megragadt. Az alkotók létrehoztak egy csoportot is a közösségi oldalon. Oda küldhették be sváb családok történeteiket. A rendező ezekből a történetekből és az azokra épülő szituációs gyakorlatokból alkotta meg a darab érzelmi hátterét, keltette életre a kor hangulatát. 12 éves volt, és az öcsém így viselkedett.